Jó napot kívánok, gyerekek! Vásárhelyi Szilvia vagyok, magyar óránk lesz, és amire szükségünk lesz, az olvasókönyv. Hoztam nektek két találós kérdést. Ha sikerül helyesen megfejtenetek őket, akkor megtudhatjátok, hogy mai mesénknek kik lesznek a hősei. Az első találós kérdésünk így hangzik. Kedvelem a zsenge füvet. Lágy, akár a sejem. Meg, én csak annyit mondok, kóstold meg a tejem. És biztos vagyok benne, hogy mindenkinek sikerült kitalálni, hogy kiről lehet szó, tehát nem sok állat mondja azt, hogy meg, ugye, tehát ő nem más, mint a kecske. A következő találós kérdésünk így szól. Erdőn oson, völgybe vág, füle szőrös, foga bárd. Áldozata számos, erdei mészáros. Tehát mit tudtunk meg ebből a találós kérdésből, hogy ennek a valakinek éles fogai vannak, illetve hogy ragadozóról van szó. És ő nem lehet más, mint a farkas. A mai órán egy mesét fogunk olvasni, ennek a mesének a címe a Kisgida. A mese az olvasókönyv 31-es oldalán található, ki tudjátok nyitni és követhetitek. A Kisgida népmese. Egy öreg kecskének volt egy gidája, drága szeme fénye, aranyos bimbója. Harmadban fürdette, széltől is féltette, patak partján szedett lágyhűvel etette. Nagyfogú farkasról beszélt neki sokat. Elviszi a gidát, aki szót nem fogad. Viszi az erdőbe. Ham! Bekapja ottan. Hallod-e, hogy ordít most is a vadonban? Hallgatott a gida a mesére szépen. A fejét lehajtja az anyja ölében. Ugye én jó vagyok, nem viszel a farkas. Jó vagy, kis gidácskám, csak mindig rám hallgass. Megy az öreg kecske pillangós mezőre. Már az erdő mellett fehérlik a szőre. S míg szedi a füvet, ezüst patak partján, kopogtat a farkas, mint egy szelíd bárány. Gidácskám, gidácskám, gyönyörű gyöngyöcském, hajnalban született cukros kicsi kecském, erezd be, bocsáss be, aranyos szép szentem. Zöld erdőben fehér gyöngyvirágot szedtem. Köszönöm jóságát, megköszönöm, bácsi, de a gyöngyvirágra nem vagyok kíváncsi. Édesanyám mondta, hogy be ne bocsássam. Tágasabb odakin, követem alásan. Jön haza a kecske. Hallja, hogy mi történt. Szaladt panaszával a vadászhoz tüstént. Siet a vadász is. A farkast lelőtte, mert ez a kis család kedves volt előtte. Úgy örült a kecske, ugrált a gidácska, tetézve hullott rá édesanyja csókja. Ölében ringatta, harmadban fürdette, patakpartján szedett, lágy fűvel etette. Tehát ez lenne a mesénk. És most beszélgessünk egy kicsit arról, hogy miről is szólt ez a mese. Először is azt szeretném megkérdezni, hogy kik voltak ennek a mesének a szereplői. Szerintem mindenkinek sikerült megfigyelnie, nem volt túl sok szereplő, tehát az öreg kecske, vagyis a kecskemama, a kisgida, a farkas
és a vadász voltak a szereplők. Mit mesélt a kecske a farkasról? Tehát azt mesélte róla, hogy a farkasnak nagy, éles fogai vannak, és a szófogadatlan kisgidákat magával viszi az erdőbe, ahol felfalja őket. Mikor jelent meg a farkas a gidánál? Hát természetesen akkor, amikor a kisgidácska egyedül maradt, tehát az édesanyja elment az erdőbe. És melyik meséhez hasonlít ez a népmese? Szerintem mindenki ismeri ezt a mesét, amelynek a címe a Farkas és a Hét Kecske Gida, amelyet a Grimm testvérek írtak, esetleg, ha még valaki nem ismeri, ajánlom, hogy olvassa el. A mese olvasása közben találkoztunk néhány olyan szóval, amelyet ritkábban használunk, vagy nem is használunk manapság a mindennapi életben. Az első ilyen szó a vadon szó. Tehát a vadon szó azért gyakran előfordul mesékben, ami annyit jelent, hogy sűrű erdő, tüstént. Szokták mondani, tüstént, gyere ide. Tehát azonnal, rögtön, nyomban, gyere. Tetéz. A tetéz azt jelenti, hogy elhalmoz. Követem aláson. Ezt a szókapcsolatot a régebbi időkben használták, és annyit jelent, hogy bocsánatot kérek. És utoljára hagytam a gida szócskát, amit szerintem mindenki ismer, hisz környezetórán is már tanultunk az állatokról, és tudjuk, hogy a kecske családnak a legfiatalabb tagját hívják gidának, vagyis a kiskecskét. A mesét olvasva észrevehetjük, hogy a szavak összecsengenek, vagyis rímelnek. Tehát például egy öreg kecskének volt egy kisgidája, drága szemefénye, aranyos bimbója, vagy nagyfogú farkasról beszélt neki sokat, és hogyan tudnánk folytatni, bele szabad nézni a tankönyvbe is, tehát az olvasókönyvbe. Úgy folytatódik, hogy elviszi a gidát, aki szót nem fogad. Tehát mire hasonlít ez a mese? Hol találkozunk rímekkel, összecsengő versorokkal? Természetesen a versekben. Nézzük az első feladatot. Ki kell színezni a megfelelő válaszok előtti köröcskéket. A kérdés pedig így hangzik. Olvassuk közösen. Mit csinált a farkas? Kopogtatott. Vajon kopogtatott? Igen, kopogtatott a kecske család ajtaján. Tehát ezt a köröcskét beszínezzük. Azután kért. Kért valamit? Igen, kérte a kis gidát, hogy engedje be. Hazudott. Hazudott? Igen, hazudott, mert megpróbálta becsapni a gidát, el akarta vele hitetni, hogy az édesanyja tért haza. Panaszkodott a farkasunk? Nem derült ki a meséből. Könyörgött? Bizony, könyörgött a kis gidának, hogy engedj be, bocsáss be, kérte. Ravaszkodott. Igen, ravaszkodott, tehát ravaszul át akarta verni a kisgidát. Ivott a farkas valamit a mesében? Nem tudjuk, nem olvastunk róla. És ordított a farkas? Szintén nem derült ki a meséből.
Tehát amit beszíneztünk, kopogtatott, kért, hazudott, könyörgött és ragaszkodott. Következő feladatban csillagot kell tennünk a megfelelő köröcskébe. Kinek panaszkodott a kecske? Gondolunk itt a kecske mamára. A gidának? Vagy a nyúlnak? A gazdának? Esetleg a vadásznak? Persze, hogy kitaláltátok, hogy a vadásznak ment panaszkodni az öreg kecske. És miért segített a vadász a kecskének? Azért, mert kedves volt neki a kecske család. Vagy talán féltette a saját birkáit és a kecskéit a farkastól. Vagy azért, mert megkezdődött a vadászat ideje. Esetleg attól félt, hogy a farkas őt is megtámadja. Hát lehet, hogy attól is félt, de a mesében azt írta, hogy kedves volt neki a kecske család. Tehát ezért sietett a segítségükre. A mesében különféle szókapcsolatokat is olvastunk. Meg kell keresni a párját, tehát az első oszlopban azok a szavak vannak, amelyek tulajdonságot fejeznek ki, tehát a milyen kérdése válaszolnak. Tehát milyen? Pillangós, zöld, szelíd, fehér, lágy. A következő sorban levő szavas oszlopban levő szavak pedig fű, gyöngyvirág, erdő, mező, bárány. Nézzük, mi lehetett pillangós, mit olvastunk. Tehát pillangós, mező. Ahogy a képen is látható, a virágok felett pillangók röbdösnek. Zöld. Mi lehet zöld? Tehát a fű is lehet zöld, de mesében nem a fű volt a zöld, hanem az erdő volt zöld, ugye? Szelíd. Hát a fű és a gyöngyvirág nem annyira, inkább a bárányra mondjuk, hogy szelíd, mint a bárány. Fehér, színű virága, gyöngyvirág, és mivel etette a kecske mama a kis gidáját, tehát lágy fűvel. Még egy összekötős feladat következik. A halmazban három szereplő neve olvasható. Olvassuk közösen őket. Kecske, gida, farkas. A halmaz mellett tulajdonságok vannak. Meg kell keresni, hogy melyik tulajdonság melyik szereplőhöz illik. Olvassuk az elsőt. Aggódó. Ki volt az, aki aggódott a mesében? Hát természetesen a kecske mama aggódott, mert féltette a kis gidáját. Aztán szófogadó. A gida volt szófogadó, hallgatott édesanyja szavaira. Ki volt gonosz? Ezt nagyon könnyű eltalálni, hisz általában a mesékben gonosz a farkas. Ki volt illedelmes? Aki a kisgidát választotta, igaza van, ugyanis illedelmesen visszautasította a farkasnak a közeledését. És ki volt jó? Vajon ki volt jó? Természetesen ez is a kisgidára vonatkozik. Öreg. Tehát öreg kecske, írja a mesében, öreg volt a kecske mama. Nagyfogú, ezzel a kifejezéssel már az elején a találós kérdésben is találkoztunk, tehát nagyfogú, farkas, ravaszkodó,
farkas szintén, tehát be akarta csapni a kisgidát, aztán fiatal, tehát fiatal kecske, ő a gida, és ki volt gyengéd? Természetesen a kecskemama a gidájával szemben. Ki mondta a mesében a következő mondatokat? Az öreg kecske, a gida, vagy pedig a farkas? Ugye, én jó vagyok. Érdeklődött a kis gida az édesanyjától, aki ezt választotta, nagyon helyesen cselekedett. Következő kérdésünk így hangzik. Hallod-e, hogy ordít most is a vadonba? Figyelmezteti a kecskemama a kis gidát. Gidácskám, gidácskám, gyönyörű gyöngyöcském! Ki könyörgött így módon a mesében? Természetesen helyesen döntöttetek, hogyha a farkast választottátok. Köszönöm jóságát, megköszönöm bácsi! Mondta a kis gida a farkasnak, aki nem volt hajlandó beengedni. Jó vagy, kis gidácskám, csak mindig rám hallgass. Dicsérte meg a gyermekét a kecskemama. Mire tanított meg bennünket ez a mese? Mit tanulhattunk meg belőle? Szerintem sokan kitalálták már, hogy az egyik dolog, amit megtanultunk, hogy legyünk szófogadóak, tehát mindig hallgassunk a szüleinkre, a másik dolog pedig, amire megtanított bennünket, hogy ne higgyünk a hízelgő szavaknak, tehát ne hagyjuk, hogy becsapjanak bennünket. Az ilyen meséket, amelyek valamire megtanítanak bennünket, van tanulságuk, úgy hívjuk, hogy tanítómesék. Biztosan olvastatok is már az iskolában a tanítómesékről, tehát tanulságos, kitalált, oktató szándékú történetről van szó, és régen az idősebb emberek ilyen tanmesékkel oktatták a gyerekeket. Határozzuk meg a tanítómese jellemzőit. Az elolvasott mese alapján döntsük el, hogy igazak vagy hamisak a következő állítások. A tanítómese terjedelme rövid. Hát ha belelapozunk a könyvbe, akkor láthatjuk, hogy egy nem túl hosszú történetről van szó. Tehát a tanítómese egy rövid terjedelmű szöveg. Egy mesében egyszerre sok állat szerepel. Sok állat szerepelt ebben a mesében? Kik szerepeltek? Tehát a kecske, a kecske család és a farkas. Tehát mindössze két állat szerepelt benne. Tehát a tanító mesében nem sok állat szerepel. Az állat szereplőket emberi tulajdonságokkal ruházzák fel. Vajon igaz vagy hamis? Volt-e ezeknek az állatszereplőknek valamilyen emberi tulajdonságuk? Hát természetesen igen, ugyanis tudtak beszélni. A tanítómesében sok csodás mesei elemmel találkozunk. Vajon igaz? Voltak benne tündérek, sárkányok, repülő lovak? Nem találkoztunk ilyesmivel, tehát ez az állításunk hamis. És igaz-e, hogy a tanítómese valamilyen tanulságot fogalmaz meg, megtanulhatunk-e belőle valamit? Természetesen igaz, hiszen az előbb fogalmaztuk meg ennek a mesének a tanulságát.
Köszönöm a figyelmet!